Baranya megye is érintett a Volánbusz jármű fiatalítási programjában. Ennek keretében a napokban összesen 22 darab új autóbusz érkezik a térségbe. Ezek közül kettőt most mutattak be Pécsett. Az eseményen Hoppá Péter országgyűlési képviselő Komló és környezete vonatkozásában elmondta, fontos, hogy a komfortos utazás, illetve az agglomeráció hatékony csatlakozása a megyeszékhelyhez a mindennapokban is biztosított legyen. Amikor egy ilyen minden igény teljesítő zöld busz, amelyik most már ugye ezeket az Euro 6 pluszos normákat képes teljesíteni, az jó érzés olyan buszra felszállni, amiről tudjuk, hogy nagyon kevéssé, most már nagyon kevés kibocsátással rendelkezik. Ugyanakkor persze a komfort szint növekedése is fontos egy ilyen új busznál, hogyha ezt igénybe veszik az utazók. Az egyenként 75 utas szállítására alkalmas járművek belterében ugyanis légkondicionáló, elektronikus utastájékoztató rendszer, kerekes szék és babakocsi elhelyezésére alkalmas férőhely és ülésenként egy USB csatlakozó szolgálja a kényelmes utazást. Nagy Csaba országgyűlési képviselő beszédében hangsúlyozta, hogy választókörzetében, főként Siklóson és környékén a mindennapi életet könnyíti meg a járműpark megújítása. Én annak nagyon örülök, hogy egy magyarországi tervezésű, fejlesztésű, magyarországi gyártású buszpark sikerült, hogy ide kerüljön Baranya megyébe, és az országban is ugye több tucat ilyen busz fog majd közlekedni. Én ennek kifejezetten örülök, mert ez mind azt jelenti, hogy Magyarországon újabb munkahelyeket tudtunk megőrizni, illetve létesíteni. Baranya azon része az országnak, ami a legrosszabb számokat mutatja gazdasági szempontból, hívta fel a figyelmet a Baranya megyei önkormányzat elnöke. Őri László hozzátette, hogy az elmúlt 30 évben nem talált magára ilyen értelemben a megye, ezért a következő időszakban a helyi gazdaság erősítése és az élhető vidék megteremtése a legfőbb cél. Egy jó minőségű, a menetrendet tartani képes autóbusszal bizony oda lehet érni időre munkába is és iskolába is. Hogyha van jó közlekedés, ha van jó közlekedési infrastruktúra, akkor van helyi gazdaság élénkítés, és vannak új munkahelyek is. Az eseményen elhangzott, hogy 2018 óta a kormány támogatásával összesen 42 autóbusz állt forgalomba, ami egy jelentős lépés a közlekedési kapcsolatok megerősítéséhez.